Köszöntöm Önöket, Balzsai Károly vagyok. Mai adásunkban Nagykőkényes nyugodt települését mutatjuk be Önöknek. Tartsanak velünk! Az első írásos emlék 1235-ből származik, mely Kukincs néven említi. A 11. században feltehetően a Szolnok nemzetség birtoka volt, a falu neve és a 12. század utolsó negyedében épült premontrei prépostság ténye arra enged következtetni, hogy ezen a helyen alakult ki a nemzetség központja. A tatárjárás idején 1241-ben a falu és a prépostság is súlyos károkat szenvedett, amelyre a templom középkori maradványai alapján következtethetünk. A Kőkényes nemzetség kihaltával az útvonalak kereszteződésében épült a falu, s az itt alakult prépostság is hanyatlásnak indult. Megkezdődött az egykor jelentős birtok felbomlása. A török hódoltság kezdete táján a falu és a prépostsági épületek jelentős károkat szenvedtek. A szerzetesek már korábban elhagyták a területet, 60-nal együtt nagy és kiskökényes is hódoltsági terület lett. 1559-ben 24 adóköteles házat írtak össze a faluban, 1562-től 63-ig 2820 akcse adót fizetett a falu Aspalik Hasszán török agának. A hódoltság megszűnése után a Podmanicki és az Orci családok birtokába került. Lakóinak száma 1912-ben 797, 1970-ben 830 volt. A falu területe 1956. február 1-én 3400 hold volt. A község 10 éven át Herét községhez tartozott közigazgatásilag, a rendszerváltás óta pedig önálló. A területi adottságok a Herét községgel való együttműködést azóta is szükségessé teszik. Az elmúlt időszakban számtalan fejlesztésen ment keresztül a település, amit a jövőben további újítások követhetnek. Beszer Andrásné Nagykőkényes polgármester asszonya 2014 óta vezeti a települést. Biztosan rengeteg dolog változott azóta, de mielőtt még ebbe belekezdenénk, egy néhány mondatba mutassa be, kérem, a települést. Nagykőkényes, a Cserhátalja gyöngyszeme. Nekem tényleg az egyik legszebb település, és mindig büszke voltam, amikor megkérdezték, hogy hová valósi vagyok. Tulajdonképpen három megye találkozásánál fekszik, Heves, Nógrád és Pest. Az 50-es évek elején még Nógrád megyéhez tartoztunk, most viszont már Heves megyeiek vagyunk. Tulajdonképpen a legnyugatibb települése Heves megyének, és az egyik leghosszabb távolsági buszjárat az innen indul, Eger és Nagykőkényes között. Nem lakunk sokan, mindössze 571 nehány lakosunk van, és mint a minden magyarországi település, kis település elöregedik, de szerencsére a rengeteg családtámogatásnak nagyon sok fiatal költözött hozzánk, úgyhogy a gyerek létszám is egyre több az óvodába. Alig van eladó ház, nagyon jó hallani, hogy mindenki Nagykőkényesen szeretne lakást venni, házat venni, vagy építkezni, úgyhogy erre tényleg nagyon büszkék vagyunk. Mit tesz az önkormányzat, illetve milyen lehetőségek vannak, hogy ezt a fejlődést, hogyha ilyen sokan költöznek, akkor fenntartsák? Milyen fejlesztések történtek az elmúlt időszakban? Mindig is az volt a cél, ugye, hogy megállítsuk az öregedést, itt tartsuk a mi fiataljainkat, hogy minél több fejlesztés valósulhasson meg. Most, ha számba veszem, akkor pályázati forrásból több mint 1 milliárd forintot költöttünk már a falura. Eddig az évig, ami fizikálisan is látható, az közel 800 millió forint. Minden évben történt beruházás. Valamennyi intézményünk megújult. Ugye mivel egyetlen egy oktatási intézményünk van, az óvoda, ezért erre összpontosítottunk a kezdetektől fogva. A hivatal is megújult, a kultúrházban is folyamatosan, az orvosi rendelőben is folyamatosan próbálunk fejleszteni. És ami az egyik legfontosabb, hogy szinte valamennyi utunk, ami önkormányzati út, az már elkészült. Egy 150 méteres szakasz van még az Arany János utcában. Tavaly elindult a járda felújítás,
már egy két utcát érintve elkészült, és tényleg nagyon jó, hogy rollerrel jönnek a gyerekek, vagy mennek az óvodába, a boltba, úgyhogy örülök, amikor látom őket, hogy élvezik a járda lehetőségét. És hát ahol most állunk, ugye ez egy 200 éves épület, ez 2020-ban volt 200 éves. Én ezt akartam kérdezni, hogy egy újnak látszó épület mellett állunk, de nyilván nem az. Igen, ez egy 400 milliós projekt. Maga a kivitelezési munka az májusban befejeződött, mivel ennek az egész területnek az lesz a neve, hogy Művészetek kertje, ezért interaktív elemekkel, kicsit ilyen muzeális dolgokat lehet megtekinteni, gyerekeknek tervezzük interaktív régészkedési lehetőséget, fotózkodást, képzőművészeti alkotások megtekintése, vagy egyszerűen egy interaktív falfestés. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog várja majd a gyerekeket, felnőtteket, ami hozzájárul ahhoz, hogy kellemesen, kulturálisan ki tudjanak kapcsolódni. Mi volt a funkciója régen ennek az épületnek? Miért épültél? Tehát 100 évvel, 150 évvel ezelőtt mi volt? Igen. Itt? Ugye a Dezsőfiék 1800-as évek elején jöttek Nógrád megyébe, Vanyarcról indult ki tulajdonképpen. Imre építette itt nagykökényesen ezt a kúriát. A fia Jób, aki Nógrád vármegye országgyűlési képviselője volt. Ő lakott itt, ugye a testvére Otto, ő Vanyarcon, ő jegyző volt, Nógrád vármegye jegyzője, és a háborúig tulajdonképpen ők itt éltek. Az utolsó Dezsőfi, az Dezsőfi Kamilla grófnő, akinek a férje Bánó Miklós az első világháborúban esett el, Ónodnál, és ő az a Bánó Miklós, akinek a nagyapja többet magával kimenekítette Dezsőfi Arisztit holttestét, és elvitte Margonyára. Úgyhogy ezek mind olyan kultikus, igen, hogy... Aztán a TS Magtárnak használta, akkor nagyon sokat romlott az épülete, hiszen ugye itt teknőboltozatos szobák voltak, és még maradtak is meg, szerencsére, és a 61-es évektől, mint iskola működött, nagyon-nagyon sok gyerekkel akkor, de ahogy ugye a fiatalabb nemzedék az folyamatosan a városba költözött, egyre kevesebb lett a gyerek, nehéz volt az önkormányzatnak a fenntartása, és 2007-ben megszűnt az iskola. Átvette a helyét egy közösségi szintér, és mivel annyira vizesek, dohosak voltak a falak, leomlott az épület eleje, hogy tényleg ráfért arra, hogy mi ezt felújítsuk. És ami az apropója, ami miatt mindenki nagyon szereti ezt a épületet, ezt a kertet, ugye régen kastélykertnek hívtuk, vagy iskolakertnek, mert valamennyi rendezvényünk az itt valósult meg. 60-as évektől már voltak képzőművészeti táborok, aztán a 80-as évektől olvasótáborok. 89-ben itt volt Magyarországon az első olyan író-olvasó találkozó, ahol határon túli írókat hívtak meg, és tényleg nagyon nagy figyelmet fordítottak arra, hogy az itt élő fiatalok, emberek, azok részesüljenek abban a kultúrában, ami a magyarság tudatukat is jobban erősíti. Úgyhogy ezt szeretnénk visszahozni. Tehát szeretnénk, ha itt megtelne az udvar gyerekekkel, táborozókkal. Térjünk egy kicsit vissza a jelenbe, és maga a településnek az irányításához. Milyen civil szervezetek működnek a településen? Már maga a felújításokban, még a 10-es években nagyon nagy munkát végzett a nagykökényes tárgyi emlékeinek kulturális megóvásáért létrejött alapítvány. Az ő közreműködésükkel újult fel a valamikor a kúriához tartozó istálló épülete, ami ott található velünk szemben, egy tényleg nagyon szép épület, az most a könyvtárnak ad helyet. És szinte valamennyi köztéri szobrunkat felújították. Amikor a templomnak a műemléki felújítása is megindult a 2008 körül, akkor is nagyon jelentős munkálatokat végeztek. Oda is érdemes elmenni, hiszen nagykökényes, ugye nem a kökénybokorról kapta a nevét, mint ahogy sokan gondolták, hanem
hanem a kökényes Radnót nemzetség az, aki itt telepedett le, és ugye ez a nemzetség az, akinek Premontre érdekeltsége volt. Az egyik kökényes sarja az Párizsban volt egyetemen, ott ismerkedett meg, és az ő szorgalmazásával indult meg a monostoroknak az építése. 1171 körül Garában, ugye ez Nógrád megye, körülbelül 76-ban Nagykökényesen, illetve akkor még úgy hívtak minket, hogy Kökényes, és mi adtunk szerzeteseket János Hidának, illetve Ságnak, tehát ez egy tényleg nagyon fontos csomópont volt, egyrészt az utak összeköttetése miatt, másrészt a monostor megléte miatt is. Nekem kötelező megkérdezni a sportéletről. Igen. Hogy valamikor volt foci csapatunk. De mert láttam, most nagyon hátul kevés, és itt is van, és itt is, ez nem a hivatalos, de ezt neveztük ki focipályának. A gyerekeknek hát a legfontosabb a foci, tehát ide jönnek ki mindig focizni, minden évben van vándorkupa, tehát megszervezzük. Annak ellenére, hogy kicsi település és csak ilyen kezdetleges focipályánk van, nagyon nagy az érdeklődés, és tényleg komoly településekről jönnek ide a fiatal önkéntes csapatok, hogy megmérettessék magukat. Tavaly elkészült a fitnessparkunk, tehát ott is tudnak sportolni, és tényleg nagyon jó, hogy minden este, amikor ugye erre járunk, akkor nagyon sokan kint vannak és sportolnak. Nagykökényes mennyire vonzó a turisták számára? Nagyon sokan szeretnek ide járni, sőt vissza-vissza járnak. Nagyon nagy nevű a nagykökényesi kamarazenei hétvégénk. Nagyon sok olyan emberrel találkozom, akinek ha mondom, hogy kökényesi vagyok, akkor igen, emlékszik, volt itt a koncerten, milyen nagyon jó volt. Úgyhogy ez egy tényleg egy olyan program, ami nagyon sok embert vonz, és már elkezdtük az ilyen úgynevezett fesztivál jellegű programokat, hogy minél több embert ide csalogassuk. Ugye azt vártuk, hogy a kúria elkészüljön. Most már kétszer volt nagy sikerrel a kökényesi középkori kavalkád, az emese parkosokat láttuk itt vendégül, és akkor ők szórakoztattak és ismertették meg velünk a középkori életet, és természetesen, hogy mindig teret adtunk a fiatal kezdő zenészeknek, általában ezek rockzenészek, de én úgy érzem és úgy tudom, hogy a fiatalok, amikor ilyen szabadtéri koncert van és program, akkor nagy szeretettel jönnek ide Kökényesre. Mik azok a nagy tervek, azok a nagy célok, amit szeretnének még, vagy szeretne elérni? Én azt szeretném, ha minden utunk és járdánk rendben lenne, mindegyiket meg tudnánk újítani. Ha már beindulna itt ez a kulturális élet, amiről beszéltünk, és egy kicsit a környezetet rendezettebbé tudnánk tenni. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője mindent megtesz azért, hogy a település lakosainak minden vágya teljesüljön. Ifjú koromban rengeteget jártam ide, és a szívem csüske, ez egy gyönyörű kastély, meg itt a környezete. Itt nyáron mindig táborok voltak, és egy nagyon rendes település. Nagyon sok barátom, jó ismerősöm van, én mindig szívesen jövök ide. Itt az ember szívének, lelkének otthona van, és ez nagyon fontos. Gyönyörű, szép dombokon elhelyezkedő falu, itt minden ház el kell. Tehát olyan fiatal családok jönnek ide, akik ezt a békét, nyugalmat szeretik, és mégis hála az égnek, hogy jó úton, mind Zagyvaszántó, mind pedig 60 könnyen és gyorsan elérhető, az autópályára is pillanatokat föl lehet jutni. Ráadásul már most kezdődik a Versek felé vezető útnak a felújítása is, amelyek a megye határig fog tartani, úgyhogy az az út is rendben lesz. A településen belül ezt a gyönyörű kúriát felújítottuk, ez sokáig iskolaként működött, nagyon sok nagykökényesi itt járta ki az általános iskola alsó tagozatát, és hát egy gyönyörű épület magáért beszél, most egy közösségi ház, egy kultúrközpont lesz, ami nagyon fontos volt a falunak. Sikerült az orvosi rendelőt rendbe tennünk, sikerült a művelési házban is felújítást csinálnunk, most van folyamatban a ravatorozó, hogy méltó módon kis tudjuk utolsó útjukra kíséri nagykökényesi szeretteinket. Az is egy nagyon fontos beruházás. Készül, már elkészült a tervben, van a pályázat, egy vízelvezető, csapadékvízelvezető rendszer, aminek keretében a volt focipálya egy részén egy tó is elkészül, ami szintén fontos volt a kökényesieknek.
A belterületi utak is megújultak, nagyon sok dolgot tettünk érte. Az óvoda, mint közintézmény, szintén felújításra került, tényleg az is nagyon rendezett, szép a környezet. A temetőt, azt említettem, hogy az is ugye megújításra került, de van egyházi temető, és ott is folyamatosan próbáljuk fejleszgetni. Egy szóval maga a település, maga a falu az fejlődik. Polgármesteri hivatal is megújult, úgyhogy ezt a folyamatot szeretnénk továbbvinni. Az óvoda is számtalan fejlesztésen esett át az elmúlt időszakban. Nagy Csikász Marian óvodavezetőnővel beszélgetünk. Hány gyermek jár ebbe az óvodába, és milyen csoporttal dolgoznak? Jelenleg 15 fő jár, vegyes életkorú csoportjaink vannak, és 6 lány és 9 fiú jelen pillanatban. Ők csak helyi lakosú gyerekek? Nem, ők különböző szomszédos kis falvakból is érkeztek hozzánk. Nagyon szépen megvonújulva ez az óvoda. Milyen beruházások, milyen fejlesztések történtek az elmúlt időszakban? Az elmúlt évek folyamán teljes külső és belső megújulásunk eztünk túl. A vizes blokkot kicserélték, tetőszerkezetet, nyílászárónkat, a mozgáskorlátozottaknak is elkészült az új mosdó, a feljáró, valamint a parkoló kívülről. Egy óvodában mindig központi kérdés az étkeztetés. Hogy van megoldva a gyerekeknek az étkezése? Egy külső konyháról szállítják ide az étkezést. Mindig egyeztetünk a konyhával, létszámban is, illetve az étel miatt is, hogy milyen fajta ételek kerüljenek a gyerekeknek. A gyerekek létszáma az változó, vagy nagyjából mindig ez a 15-16 fő körül? Az elmúlt évekhez tudok csak mondani, mert ugye nem olyan régen vagyunk önálló intézmény. Most jelenleg 15 és 18 fő között mozgott az elmúlt évek folyamán, és ez úgy látszik, hogy maradni is fog. Milyen fejlesztések, milyen beruházásokat szeretne még itt akár az udvaron, vagy akár az óvodán létrehozni? Kívülről szeretnénk az új kerítést megvalósítani, mivel hogy madárbarát kert óvoda vagyunk, ezért ehhez kapcsolódóan a polgármester asszonnyal történt egyeztetés folyamán speciális kerítésünk lesz, a megvalósul, mégpedig ilyen madárodú lesz mindegyik kerítésünkre építve, színes tetőkkel. Belülről pedig folyamatosan készülünk a gyerekeknek a fejlesztésére, mind mozgásilag, mind pedig értelmi fejlesztésekben. Ez különböző eszközökben valósul meg, valamint a pályázatokat folyamatosan figyeljük, és ezekre támaszkodva a mai kor igényeihez is próbálunk megfelelően fejlődni. Nagykőkényes remek lakhatási lehetőség a családoknak, a fiataloknak és az időseknek egyaránt. Honti Sándor Nagykőkényes lakosával beszélgetünk. Mióta lakik itt, és milyen itt az élet Nagykőkényesen? 1995-ben költöztünk ide a nejemmel, Budapestről. Nagyon sokat kerestünk, mire megtaláltuk ezt a helyet. Nagyon megtetszett, mert olyan kis csöndes, tiszta volt. Nagyon, hát Pesthez képest nagyon jó levegőjű. De mégsem volt messze Pestről, úgyhogy föl tudtam járni dolgozni. Mi volt a fő döntés, ami miatt azt mondták, hogy Budapestről el, és Nagykőkényesre ide? Az a túlzsófoltság fönt Pestre, meg az a rohanás, az elég volt. Az az igazság, ugye, hát mi se fiatalodtunk, és hát nagyon sokan, mondom, több mint 52 helyet körbenéztünk, mire ezt megtaláltuk. És a nyugalmat kerestél? Azt pontosan, itt megtaláltuk, úgyhogy megtaláltuk ezt a kis házat. Utána még tudtuk a földdel is foglalkozni, amíg le nem robbantunk, a nejem sajnos már meghalt, meg állatokkal. Úgyhogy... És innen járt föl Budapestre? Innen jártam föl Pestre dolgozni, utána lerokkantosítottak, utána meg helybe. Úgyhogy... 1995 óta mi az, ami változott? Mivel lett könnyebb esetleg, vagy nehezebb itt a település életében, illetve a település? Hát csak könnyebb volt, mert ami itt út volt, nem tudom, mikor jártak itt utoljára, hát az katasztrofális volt. Az is meglett az egész net, meg tévé, meg mindenféle hálózatot úgy kiépítettek, hogy most már mindent rendesen tudunk nézni, tehát nem vagyunk ahhoz kötve. Én konkrétan ugye tányérossal kezdtem a Diginél. Jött egy viharpusz, nem lehetett fogni. Most ezzel az új rendszerrel, ez a villam, vagy nem is üvegkábeles, vagy milyen rendszerrel, és időjárástól függetlenül tudunk. Milyenek a szomszédok, milyenek a nagykőkényesi emberek? Megmondom őszintén, hogy nagyon jól kifogtam, mert én lekapogjam most, mondjuk előtte nem volt egy
kellemetlenebb, de most csodálatos. Nem tudok más mondani. Nagyon megértőek, nagyon összetartóak. Nem csak ők, de úgy általában az emberek is segítőkészek, úgyhogy nagyon örülök, hogy ide költöztünk, és nem bántuk meg egyáltalán nem, hogy ide költöztünk. Falunapok, közös programok? Minden évben van. Most már ugye fönt a kastélynál, illetve a kúriánál. Az az igazság, hogy amikor nincs, nem kell menni dolgozni, akkor el tudok menni, amikor menni kell, akkor menni kell. És a lakosság az mennyire aktív az ilyen programoknál? Hát ahogy én észrevettem, ott a falunapokon, meg az ilyen közösségeken elég rendesen össze szoktak jönni. Bár amikor én látom őket, hát ha nem vagyok ott, akkor nem tudom, hogy hogy vannak, de szerintem elég összetartok, meg több rendezvény is van, amit szívesen néznek, illetve vesznek részt benne, úgyhogy szervezve is vannak, úgyhogy én maximálisan meg vagyok velük elégedve. Mai adásunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!